Itt vagyunk Ajka város egyik új büszkeségében, a Testvérvárosok Parkjában, ahol mostantól 7 japán cseresznyefa hirdeti a szövetségben résztvevő 6 európai és egy kínai város összefogását. A faültetés egybeesett azzal az aktussal, melynek során egy új, ezúttal ukrajnai város is csatlakozott a partneri szerződéshez, és ez Csotkin városa, amelyik háromtagú küldöttséggel képviseltette magát az augusztus 19-én a Városházán megtartott testvérvárosi konferencián. Az ukrán város és a hozzátartozó 7 falu 153 négyzetkilométeren terül el, és több mint 37 ezer lakosa van. Járási központ és jelentős logisztikai központ a lengyel, magyar, román és moldovai határok közelségének köszönhetően. Területén csak nem 1500 civil szervezet működik. Persze ez a város is szenved a háborútól, az orosz rakéták az ő épületeiket, gazdaságukat, infrastruktúrájukat sem kimérték. A legnagyobb veszteséget azonban azok a hősi halottak jelentik, akik az oroszok által kirobbantott háborúban Ukrajna szabadságáért adták életüket. Róluk, illetve hozzátartozóikról sem feledkezik meg a város, ahogyan csak teheti, segíti őket. Például a tervékben szereplő katonai rehabilitációs központtal, amivel a tartós egészségkárosodást szenvedett frontharcosokat kívánják gyógyítani. Csorkiv gazdasága jelentősnek mondható. Itt működik egy 600 főt foglalkoztató, a Volkswagen cégcsoport számára elektronikai termékeket gyártó német-ukrán vegyes vállalat és a termékéről Magyarországon is ismert Billerbeck egyik üzeme is mintegy 70 dolgozóval. Egyébként Európa szerte, sőt még Kanadában is rendelkeznek testvérvárosi és gazdasági kapcsolatokkal. Nagy hangsúlyt fektetnek a napenergia hasznosítására, a háborúban elesett katonák gyermekének gondozására és a tartós sérülést szenvedett katonák rehabilitációjára is. A testvérvárosi dokumentumok aláírására egy konferencia bevezetőjeként került sor, amire eljöttek és az általuk képviselt települések legújabb eredményeivel és terveivel mutatkoztak be Ajka már meglévő testvérvárosai Unna, Rovaniemi, Vejc és Székelykeresztúr városi vezető is. A kínai Donghai, a kristályváros képviselői is jelen voltak, hanem is a legmagasabb szinten képviseltetve magukat. A találkozó minden város 10-10 percet kapott jelenének és terveinek bemutatására. Ez alatt sok érdekességet hallhattunk és tudhattunk meg az Európa különböző részein található, különböző feltételekkel rendelkező településekről. A Székely testvérváros Székelykeresztúr polgármestere, Koncz János Hunor azt emelte ki, hogy néhány nappal korábban járt ajkai delegáció náluk, és most íme ő érkezett küldöttséggel Ajkára, vagyis ez is jelzi a két város szoros kapcsolatát. Véleménye szerint ez az esemény is azt erősíti, hogy Ajkán keresztül itt mindannyian testvérvárosok vagyunk, és az egyre szorosabb személyes kapcsolatok is egymáshoz fűzik a jelenlévőket. Külön köszöntötte Csorki városának képviselőit, akik most csatlakoztak ehhez a körhöz. Rendkívüli kitartásukhoz további erőt kívánt a város küldöttjeinek ezekben a háborús időkben. Északi rokonaink a Rovaniemiből érkezett finn küldöttség előadásából megtudhattuk, hogy az északi sarkvidék fővárosának tekinthető város, ahol a Mikulás is lakik, közigazgatási területe kétszer akkora, mint Veszprém megyé, de mindössze 65 ezeren lakják. Szinte elképzelhetetlen arányok és méretek ezek. Éva Marit Kujala, a városi jegyző beszélt arról is, hogy a városi tanácsnak 51 tagja van, a polgármesteri hivatalnak pedig több mint 2000 alkalmazottja. Éves költségvetésük 193 millió euró, azaz mintegy ötszöröse Ajkáénak. A városban mintegy 5000 vállalkozás működik. Vejc, mint Klaus Feichtinger, a városi tanács tagja, testvérvárosi konzultáns elmondta, kicsike pont Rovaniemihez képest, de rendkívül fejlett gazdasággal és kereskedelemmel rendelkezik. Ennek köszönhető, hogy napközben az ingázók miatt szinte megduplázódik a városban élők száma, és ausztriai méretekkel mérve is kiemelkedően jó, 3% alatti a munkanélküliségi ráta. A város költségvetése 60 millió euró. Idén ünneplik innovációs központjuk létesítésének 25. évfordulóját. A központ 4 épületből áll és jelentős vállalkozásoknak ad otthont. Közöttük energia és projektügynökségeknek, amelyeknek Ajkán is szeretnének partnereket keresni.
Jellemző még a településre a korszerű fűtési rendszer terjedése. A város épületeinek mintegy 70%-át már biogázzal fűtik. Határozott céljuk, hogy a várost egyfajta zöld oázissá tegyék. Ennek érdekében számos beruházásuk van folyamatban, illetve fejeződött már be. Jó példa erre a várost átszelő vasútvonal zöldítése, környezetbaráttá tétele, de ide tartozik a kerékpározás körülményeinek javítása, a gyalogos közlekedés elősegítése is. A városi közlekedés ingyenesen igénybe vehető, és az egyórás kerékpár bérlésen kerül semmibe a város polgárainak. Hangsúlyos terület még Weissben a fiatalok szabadidős tevékenységének támogatása és a szociális intézmények működtetése. Ugyanez vonatkozik az egészségügyi ellátás színvonalának emelésére is. Legnagyobb fejlesztésük a következő 10-15 évben az oktatás területén valósul meg. Az autóparkok helyére közparkokat és játszótereket építenek, és igyekeznek helyet biztosítani a belvárosban működő kisvállalkozásoknak is. Unna mondhatni ősi város, hiszen első említése 1032-ben történt, azaz rövidesen fennállásuk 1000 éves évfordulóját ünnepelhetik. Az 1975-ben történt településrendezésnek köszönhetően Unna város lakóinak száma 60 ezerre növekedett. Járási székhely, amihez 11 település tartozik, összesen 400 ezer lakossal. Dirk Wigand polgármester szerint a városban két nagy népcsoport él, az egyiket a Borussia Dortmund, a másikat pedig a Schalke 04 szurkolótábora adja. Bár az utóbbiról mostanában kevesebbet hallani, mert a Schalke kiesett a Bundesliga első osztályából. Unna büszke, már bezárt, de új szerepet kapott sörfőzdéjére, ami 1992 óta kulturális centrumként működik tovább, és rehabilitálásának elismeréseként lett Unna Németország kulturális fővárosa annak idején. A város földrajzi elhelyezkedése rendkívül kedvezőnek mondható, hiszen Németország nyugati központjában található, jó vasúti összeköttetése a többi gazdasági régió felé, és mintegy 10 kilométerre a forgalmas dortmundi repülőtértől. Pontosan a két legfontosabb az észak-déli és kelet-nyugati összeköttetés biztosító A1-es és A2-es autópályák kereszteződésénél fekszik. Ennek köszönhetően fontos logisztikai központ szerepe is. Kiemelte még a polgármester a minden év szeptember elején megrendezett városi ünnepségüket és a két évente sorra kerülő látványos úgynevezett olasz ünnepet, ami Unna egyedi színfoltjának számít és rendkívül sok látogatót vonz. Utolsóként a házigazda Ajka mutatkozott be. Az előkészített prezentáció képsorait Schwarz Béla egészítette ki, az imént hallottakhoz igazítva mondani valóját. Eközben nem hazudtolta meg közgazdász vénáját és gyors felszámolással megállapította, hogy az egyfőre jutó költségvetési összeggel Weitz áll a legjobban, második Unna és harmadik Rovaniemi. Ez azért érdekes mondotta, mert 8 évvel ezelőtt is elvégezte ezt a számítást, és akkor Rovaniemi volt még az első helyen. De sokat fejlődött Székely keresztúr, ami 8 év alatt meg másfélszerezte az egyfőre jutó költségvetését. Új szerződött partnerüknek, Csorkivnak gyors előretörést kívánt ezen a ranglétrán. A küldöttek a konferenciát követően a Városligetbe, a formáldó új rendezvénytérre indultak, ahol faültetés vált rájuk, hogy megszülethessen a testvérvárosok ligete. Az eseményt Galamb Röpletés vezette be, az Ajkai 4Y Galambtenyésztő Egyesület jóvoltából. Én Buruc József vagyok, már nagyon régóta az Ajkai Egyesületnek voltam, 17 évig elnöke, utána pedig most a Versenybizottság elnök vagyok. Honnan valók ezek a galambok, gondolod, egyesületi tagok? Egyesületi tagunk egy csingeri srác, ő neki van egybe annyi fiatalja, hogy nem kellett úgy összeszedegetnünk több helyről. Ő hozott 65-öt, na most a 65 az azért van, én nekem azt mondta az alpolgármester úr, hogy mivel Ajka 65 éves, és azt az egy fehéret, azt meg pluszba hoztuk a béke szimbólumaként, és azt az új testvérvárosnak a polgármestere fog elengedni. Legelőször Volodymyr Srotko, Csorkiv polgármester engedette egy fehér galambot, mint a béke szimbólumát, majd ezt követte a 65 postagalama, amit egy csingervölgyi tenyésztő bocsátott az ünneplők rendelkezésére.
ezzel emlékezve Ajka városa válásának 65. évfordulójára, és kifejezve a jelenlévők béke iránti vágyát, valamint együttérzését az orosz-ukrán háború áldozataival. Ezt követően a hat testvérváros képviselői elültettek egy-egy fát, koros japán cseresznyét, ezzel is kifejezve hitüket a közös jövőben. Ez a szimbolikus gesztus az összefogás és a természet iránti tisztelet jegyében történt. Itt már képviseltette magát Donghua is, mégpedig úgy, hogy állandó kínai kapcsolattartónk, aki szintén jelen volt az eseményen, Wu Liming, azaz Hajnalka lánya is lapátot ragadott, így mostantól hét csodárfa hirdeti Ajka és testvér városainak egyre szorosabb kapcsolatát. Volodimir Sotko polgármester kérésünkre bemutatta küldöttségi tagjait is. Rosztislav Sulkit, a Csorkivi kórház igazgatóját, és Andriy Naturkácsot, aki gazdasági szakértő és a Városháza gazdasági irodáját vezeti. Rosztislav azért jött, hogy betekintést nyerjen az Ajkai kórház működésébe. A Csorkivi küldöttséget elsősorban az Ajkai gazdasági élet érdekli, és azonnali együttműködési lehetőségeket keresnek az Ajkai gazdasági élet meghatározó résztvevőivel. Rosztislavot arról kérdeztük, lát-e lehetőséget abban, hogy ajkai szakemberek részt vegyenek az általuk Csorkiban tervezett katonai rehabilitációs központ kialakításában. Ő elmondta, hogy természetesen számítanak támogatásra, hiszen szinte minden nap érkeznek hozzájuk sérült katonák, és az ő kezelésük, gyógyításuk, azaz rehabilitációjuk nagyon fontos, elsődleges feladat. Elsősorban az ehhez a munkához szükséges felszereléseik hiányoznak. Tapasztalták, hogy a Magyarországon gyógykezelt katonákat milyen korszerű orvosi berendezésekkel kezelték, és némi irigységet is éreztek magyar kollégáik munkafeltételei iránt. Ezért gondolták azt, hogy náluk otthon is elkelnének ilyen berendezések, amelyekkel el tudnák látni a hosszú távú kezelésre szoruló sérülteket. Jelenleg két orvosuk tartózkodik 6 hónapos továbbképzésen, amelyen az új eszközök használatát tanulják meg. A most kialakítás alatt álló rehabilitációs központ befejezését az év végére tervezik, illetve a működés beindítása 2025 márciusára várható. Addig szeretnék beszerezni a szükséges berendezéseket, amelyeket a jól képzett szakszemélyzet irányításával fognak használni. Andriy Naturkácsnak, a Csorkivi polgármesteri hivatal gazdasági irodájának vezetőjének mostani útja során elsősorban a mezőgazdasági termékek feldolgozására vállalkozó partnerek megtalálása a célja. Az ottani szakemberek ebben látják a fejlődés útját, hogy az Ukrajnában megtermelt termények minél feldolgozottabb állapotban, minél szélesebb termékskálán kerülhessenek a piacra. Egyelőre Magyarország más területein nincsenek különösebben jelentős kapcsolatai. Tisztában van azzal is, hogy Ajka nem a mezőgazdasági termények feldolgozásáról híres, de azt mondja, van itt egy ipari park, ami szolgálhatna egy újonnan épülő feldolgozó üzem helyszínéül, és lehetségesnek látja vegyes vállalkozás létrehozását is. Végezetül a polgármester megfogalmazta, hogy jövetelük elsődleges célja, hogy elkezdődjön egy dialógus Csorkivi és Ajka, valamint Magyarország és Ukrajna között. Reményei szerint ez az első látogatás hasznos lesz mindkét település lakossága számára. Már most egészen biztos a megbeszélések eredményességében. Mint mondta, a legfontosabb most az orosz agresszió leverése. Ha ez megvan, lehet tovább lépni. Ennyi fért a hétfő esti stúdió mai adásába. Köszönöm figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva. A viszontlátásra.